Köszöntjük kedves nézőinket a Magyar Változat című új műsorunkban. Kamrája? Persze. Meggalagony fél, és a többi tanár is. A legenda szerint ez a valami egy szörnyetek. Ti hárman nagyon vigyázzatok magatokra. Tudsz. Valamit a titkok kamrájáról. Félsz, Potter? Csak szeretnéd. Lássuk, le tudja-e győzni, malazár partekár utódját, Harry Potter. Most már pánikba esett meg. Köszöntjük a kedves nézőket és három olyan színészt, akik büszkén vállalják, hogy ők szinkron színészek. Sziasztok! Gacsi Ádám, Szabó Luca és Berkes Bence. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Nekem egy nevet sem kellett. Viszont nagyon fontos, hogy ők hárman szinkronizálták Harry Pottert, Hermionét és Ront. A ja, és kerestem a harmadikat, de aztán rájöttem, hogy aki mondta. Sziasztok! Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük, nagyon szívesen. Félve hívtalak fel benneteket Harry Potter kapcsán, mert hát kisgyerekkorotok óta állandóan, gondolom, ezzel bombáznak benneteket, hiszen együtt nőttetek föl ezekkel a színészekkel és ezzel a történettel. Hány évig tartott ez a forgatás? 11 évesek voltunk, amikor elkezdtük, és 8 rész volt minden évben egy, úgyhogy 19. És most már nem 20 évesek vagyunk, úgyhogy régen is volt, és sokáig is tartott, és hát szép emlékek társulnak hozzá, de igazából ez évente 3 óra munkát jelentett. Szóval amikor nem azt mondják, nekik, hogy együtt nőttünk fel vele, akkor igazából nem a munkával, hanem csak ezzel, hogy amikor szembe jött valaki, akkor vagy ha meghallott, mert végül is arcunkat nem ismerte senki, csak ha meg... És igazából még akkor sem, ha meghallottak, mert nekem nagyon más volt a hangom, a mikrofon előtti hangom, meg a beszédhangom, nem tudom nektek, hogy felismerteket. Tudni, hogy igen. Nekem ritkábban ismerik fel, mert én inkább vagyok ilyen mindenre jó, vagy semmire, de inkább csak mindenre jó. Szerintem a Bencének van itt a leginkább jellegzetes ilyen rajzfilmes kiküldeges. Mondják, hogy engem felszoktak ismerni. Nem, csak hogy egyszer a, nem is tudom, egy kormányablakban voltam, és akkor így, jó napot kívánok, te szinkronizálsz, ugye? Mondom, hogy előfordul, és velem egyébként talán pont ez a baj, hogy ezáltal gyakorlatilag én a semmire nem vagyok jó kategória, vagy legalábbis nagyon kevés olyan karakter van, akivel úgy működik a kémia. De azok viszont karakterek. Igen, mindenképpen. Hát karakterhangod van. És mi volt a mutálás? Ti együtt mutáltatok a színészekkel? Én nem mutáltam. De úgy tényleg. Nagyon nyújtott mutálás, ami még tart. Én mutáltam amúgy. És akkor nem szabadott énekelnem se a kórusba, a gimibe. És szinkronizálni sem tudtál? Hát mondjuk úgy, hogy inkább nem
nem kockáztattak. És ez frankon csúszkált a hangot? Persze. De tehát volt egy ilyen egy-másfél év, amikor három havonta mentem valamire. De megnyugtattak, hogy ennek vége lesz. Gondoltam, hogy valami jó orgánumot kapok a végére, nem pedig a... De és mi lett volna, akkor kell szinkronizálnod a Harry Pottert? Szerintem amúgy az benne volt. Ezt akartam mondani. Mert amúgy nekem nem három óra munka volt, hanem az első két-három rész az ilyen két napra elosztva, ilyen 6-7 órák. Uh-huh. Tehát, hogy ő már a hangmérnök, akkor Márkus Tamás volt a hangmérnök, és mondta is a csörögnek, hogy ne nyúzzuk már tovább a gyereket, jöjjön vissza másnap, mert ilyen 12-3 évesen mutálva azért az kemény volt. Azt akkor nem kim is voltam, amikor mutáltam, hanem még általános iskolásom. És oké, de menjünk vissza az elejére, mind a hárman, meséljétek el, hogy kezdtétek. Rólad van egy sztorim, és most apa figyelj, mert az, apukám azt mondta, hogy ez most egy városi legenda, vagy tényleg így volt, hogy anyukád elment egy stúdióba, és elvitt benneteket a tesóddal. Eddig stimmel. És a tesód volt rendszeresen elvitt minket a tesómmal a Pannóniába, amikor nemzeti stúdiós volt, és akkor oda vitték szinkronizálni a anyámat és az osztályát, én nem tudom, hogy kikkel nyomult, és akkor ott ilyen színészek vigyáztak ránk, rohangáztunk tök kisgyerekként, és akkor beráncigáltak egyszer. És nagyon ellenkeztem, de egyébként már másnap hívtak is, tehát hogy kiderült, hogy alkalmas vagyok rá csak. Igen, és hogy mondták, hogy na gyere te csak be, és akkor, hogy, és állítólag az volt, hogy egy rendező azt mondta, hogy inkább te vagy a jobb, mint a bátyád. Tehát, hogy téged használjanak inkább. Hát erre nem emlékszem. Inkább a bátyám volt, aki jobban félt ettől. De egyébként én is tökre be voltam fosva. Tehát, hogy csak aztán, tehát nem tudom, annyiszor hívtak, hogy szerintem ilyen rutinnál vált, és akkor már nem féltem. És hány éves vagy? 6? 6. 96-ban volt az első. Akkor te ott tanultál meg beszélni? Te jártál beszélni? Reményeim szerint már tudtam az mint hogy beszédtanárhoz, te jártál valamit? Nem. Tehát te mikrofon. Én nem emlékszem ilyet. Szerintem logopédus, aztán oviba, vagy ilyesmi, biztos volt valami. De szerintem ilyen fiatalon még, hogyha a rendező vagy bárki, egy színész kijavít téged, akkor ez tök rá megszívod magadba. Meg gyerekeknél talán még cuki is. Igen. Picit. Én amúgy is jobban szeretem, hogyha minden inkább természetes. Tehát, hogy szóval egy gyereknél kevésbé fogadom rosszul a bakkizást, meg az összecsúszott mással hangzókat, mert egy gyerek úgy beszél. Tehát egy gyerek az gyerek. Gyerek. És te is, ha jól tudom, hogy te is nagyon fiatalon kezdted. Hát 95. Akkor 5 éves voltam. Én pedig úgy, hogy anya járt a Pannóniában egy szinkrontan folyamra, amit az akkori rendezők csináltak, ők tanítottak, és amikor gyakorlatuk volt és végigmentek a műtermeken, akkor az egyik műteremben egy ilyen családos szitkomot vettek, amiben egyszer csak született egy kislány, aki ilyen fél éves korában szólalt meg először ilyet, hogy kis Csibe vagy apa vagy anya. És akkor ugye nem volt fél éves kislány, aki tudott volna szinkronizálni, és akkor így megkérdezték, hogy most akkor közületek van-e valaki, akinek van kislánya, aki nem tudom, el tud mondani 3 szót. És hát anyának volt, úgyhogy akkor bementem. És így kezdődött. Volt egy casting, szóval, hogy elmondtam, hogy kis Csibe meg apa. És imádtam, nagyon szerettem. Hát ugye a nagy Pannónia, hatalmas műterem. Meg azt, hogy szitkom volt, szóval, hogy egy család voltunk, és akkor így. És akkor még együtt szinkronizáltam. Igen. És utána folyamatosan. Ezt az egy-két szót mondtam, és ott voltam 3 órát, de imádtam. Tényleg ez egy ilyen játék akkor volt. Még úgy ment ma mennem. Egy lányt keresett, akit korábban a professzorral hagyott. De mire odaértünk, az a lány már nem volt ott. Hát én már nagyon vénen kezdtem, én már 9 éve. Te már tudtál olvasni. Papa. Azt én is. Azt túlzás, én mai napig nem tudok olvasni egyébként. Jó, kis diszlexiás. Az így előfordul, hogy hát ezt nagyon nem ezt kellett volna mondani. Még szerencsé, hogy valaki odafigyel erre. Fú, de miket tudok mondani. Mindegy. És de meggyőző. Egyébként az én történetemben az a fura, hogy nekem anyukám is dolgozott a Pannóniába. Nem is, hanem anyukám dolgozott a Pannóniába. Hát ilyen, nem tudom, ilyen 17-18 éves lehetett, és akkor ott így tologatták ezeket a tekercseket, ott vagdostak, meg ezek az ilyen háttérmunkálatok. De sem rajta keresztül, sem apukámon keresztül, aki meg egyébként gyerekszínész volt, szinkronizált is,
zeneszerző, tehát mindenféle. És így az volt nálam, mindenki azt feltételezte, hogy hát nyilvánvaló, hogy én miattuk, vagy hogy apukám miatt elsősorban, de hogy nekem megvolt így a belépőkártyám. De nem, szóba se került egyébként, hogy szinkron. Úgy jött ez a szinkron, hogy anyukám beszélgetett azt hiszem az unokatestvéreimnek az anyukájával, és akkor ott mondta, hogy hát ismernek egy vágót, és az unokatestvéreim azok járnak a Pannoniába szinkronizálni, és akkor anyukám megkérdezte tőlünk, a húgommal, hogy lenne-e kedvünk ehhez, és akkor mondom, én nem tudom, és akkor így Bence, fizetnek érte. Na jó, akkor próbáljuk meg. Most mi bajom lehet? És egyébként gyakorlatilag 2 éven keresztül, amíg a Pannoniában voltak ezek a... Nekem csak ilyen kis szerepeim voltak, ilyen jó napot kívánok, meg nem tudom. Tehát, hogy nem voltak ilyen komolyabb szerepeim. És a Harry Potter volt nekem az első. Igen. És ezáltal nekem egyébként nem is ment olyan jól, mint Lucának, tehát hogy az Ádám is mondta, hogy mennyi, 2 vagy 3 napot vettétek az elsőt. Hát én is 2-3 napig, hát nekem is eddig tartott a felvétel, csak hát nekem fele annyi szövegem volt. Tehát, hogy én ennyire nem voltam még benne ebbe a dologba. Még azt hiszem, sőt, még a második résznél sem is, a Csörögi István, aki ugye rendezte, még így mondta is, hogy hát te nem vagy egy vérbeli színész. Igen, és egyébként aztán, ahogy így teltek az évek, valahogy megszeretett a Csörögi, és akkor így mondta, hogy te egyébként tök jó vagy. És ez ilyen fura volt, hogy 5 éve még azt mondtad, hogy én semmi, te nem vagy vérbeli színész, hát nem fog ez menni. És utána azt mondta, hogy Jó, én szeretem, amit csinálsz. És hát akkor, jó lettél. Hát jó, akkor legyen. És ezt hangcasting alapján választottak titeket? Igen. Uh-huh. Igen, uh-huh. És nagyon sokáig tartott. Szóval én teljesen lemondtam róla. Ó. Oh. És pedig nagyon szerettem volna, mert olvastam akkor. Uh-huh. Akkor a könyvek is így divatban voltak, úgymond. Szóval anya a kezembe adta, hogy ez 10 éves vagy, ez 10 éveseknek íródott, akkor kezdte olvasni, és olvastam. Akkor még szó sem volt a filmről, ugye? Akkor még nem, de amikor már a casting volt, akkor iszonyú lelkes voltam, és akkor utána hát eltelt. Én nem tudom, mennyi idő telt el, de hogy így biztos voltam benne, hogy ez elúszott. Úgyhogy ilyen nagyon nagy meglepetés volt, amikor kiderült. És mindkettőtöknek ez volt az első nagyobb? Nem. Szerintem nem, mert nekem legalábbis a Pannoniában volt valamilyen, azt hiszem, hogy az is ilyen szitkomszerűség. És ott, én már nem is emlékszem, de ilyen elég nagy színészekkel ilyen dobogón álltam. Ott azt hosszú hetekig vagy hónapokig forgattuk, és akkor utána a Mafiumban pedig már volt az E.T.-nek ez a felújított hangsávos, megképes verziója, és akkor ott újra is húzták a szinkront, és mivel azt hiszem a Bartuc volt a kisgyerek a 20 évvel az előtti verzióban, de ő már addigra nem tudom, 40 volt, vagy 35, nem tudom, így én lettem. Tehát újra kasztingolták legjobb, nem akartam, de én ezt leőregetni. Hát egyébként nem biztos, hogy átéltem. Szóval, hogy nekem volt már akkor egy ilyen nagyobb mozis élményem, meg valami ilyen Pán Péter, nem tudom, hányadik verzió. Szóval már otthonosabban mozogtam, de azért egy ilyen produkciót azt kiemelten kezelnek, és azért ott... Hát az ott 5-6 minimum neki indulsz egy legkisebb lihegésnek, mondatnak, és azért az új volt, de a stúdió meg az embereket azért nem gyerünk. Ez gyerekként ezt hogy viseli az ember, hogy addig azt gondolja, hogy hát mindent tud már, gyerekként mindenki azt gondolja szerintem, és akkor odamész egy ilyen produkcióra, és neki mentek 5-6, 7-szer, jó, nyilván a Csörögi nagyon kedves ember. Volt, nagyon. Ember. Annyira okos volt, hogy én elhittem mindenet. Amikor latinul beszélt hozzám, azt is elhittem. És hajlamos volt latinul elmagyarázni, hogy mire is kíváncsi, és akkor ránéztem a Márkus Tamásra, és mondta, hogy hagyja. Már magyarul is elmondta egyébként, csinálta, amit akkor mondta. És én ezeket jól fogadtam, mert néha azért egy ilyen segítőkéz, az tényleg kell. Mert amúgy én nem gondoltam, hogy mindent tudok.
Lehet, hogy. Nem. 6 évesen még talán, de azért akkor már lehet, akkor már iszonyúan volt izgultam. Valami. Izgultatom. Mm. Volt egy olyan része, ami előtt a bokorba hánytam a filmet. Jó. Izgultam. Nekem is csak az más miatt volt. 11 éves. Nem a Harry Potter előtt volt. Kicsit. Akkor Harry Potter nagy korú lesz. Az már az új filmjénél volt. Van egy pár, igen. És ez, leragadtam egy pillanatra, de csak mert már napok óta foglalkoztat, hogy ezt biztos megfogom, mert tőletek lehet megkérdezni, hogy mikor mondta anyukát, hogy de kisfiam fizetnek érte, de hogy van ez a gyerekeknél? Tehát, hogy ti megkapjátok a szüleitektől azt a pénzt? Vagy ti megkaptátok? Nekem volt egy kis parfümös dobozkám, amiben tároltam a pénzemet, az volt a kincstárom, és persze nem kaptam meg mindent, mert hát ugye anyának az volt nem? a munkája, hogy igen. engem vigyen stúdióról stúdióra, szóval, hogy valamennyit megkaptam belőle, én nem tudom hány százalékot nem alkudoztunk, hanem így örültem, amikor egy papírpénzt kaptam a kis izémben, dobozomban. Fú, hát... Én szerintem mindent elraktam. Néha, amikor szarba volt a család, akkor azért volt, hogy meg tudtam őket támogatni, de nem kérték, aha. vagy ilyesmi. De egyébként... Mivel, hogyha mondjuk szarhelyzetben voltunk, és mondjuk nem tudtunk volna alapból megvenni valamit, ebből adódóan, hogy volt egy ilyen keresetem, tök jó. így ez kompenzálta a dolgot, és bármikor meg tudtam venni a, hát én nem tudom, mivel játszottunk akkor, távirányítós autó, vagy nem tudom. Pics, szóval ilyeneket, bármit. Úgyhogy én elköltöttem. Fú, hát én egyébként egyes. Akkoriban ezt nem éreztem, hogy ennek van súlya, vagy nincsen, de tulajdonképpen az én szüleimnek nem igazán volt szüksége arra a pénzre, amit aha. én megkerestem, úgyhogy nekem azt odaadták, ugye nem kellett beszállnom a rezsibe, meg a kajába, meg hát, ilyesmi, sőt egyébként én még az áfát is elraktam egy időben. Ja igen, már tényleg úgy adták is, azt utána a paterbe. Apám időnként mondta, hogy egyébként nem tudom, hogy hány 10 000 forintot fizetek be én utána havonta az áfa miatt, és akkor elgondolkodtam, hogy de hát nekem kell az az áfa, valamit meg akarok venni belőle, gyűjtögetek. Semmi baj, csak tud, hogy azért én ehhez hozzájárulok, kisfiam. És hát egyébként én ugyanúgy, ahogy a Luca, gyűjtögettem, csak én egy toltartóba, egy nagyon ronda toltartóba, de arra tökéletes volt, hogy így belerakjam ilyen kis a lapocskányba. De hogy ez egy tök jó büszkeség egy ilyen kisgyereknek, nem ilyen 10-től, nem tudom, 18-ig talán még addig büszkeség, hogy van saját keresete, persze. hogy nem kell kuncsologni anyánál, később cigiért, akkor meg csokiért. Biztos valami függetlenségszerű dolgot megtanít az embernek. És éreztétek valaha úgy, hogy na most nektek elegetek van ebből? Szinkronizáltatok annyit gyerekként, hogy zavart, hogy délután nem tudom, nem mehettek el a nem tudom hova, meg este nem mehettek el az oda, meg... Elmentek este. Nekem inkább mostanában de. Ilyen, de gyerekkoromban nem. soha meg se fordult a fejembe. De mondjuk az múlt évben meg voltak már olyan hetek, amikor most fordult meg, hogy na jó, most egy darabig. De nyilván nem tudom megállni és elvállalom, uh-huh. de... Mai napig szeretettel ez. Teszed mindezt. Persze, szeretettel, de volt nagyon, hogy sok volt mennyiségre. Amúgy uh-huh. erről nem illik panaszkodni, de hogy tényleg, amikor ilyen nappal csinálod, akkor igen. ki tudsz purcanni, aztán hétfőig ki se tudod pihenni. Igen. De a gyerekkoromban meg se fordult a fel, még suli után, és hát és jó, elfáradtam, de persze. tök szívesen csináltam. Az jó, ti? Utcán, Bence? Én mindig úgy éreztem egyébként, hogy én például soha nem éreztem azt, hogy mindent tudok, a mai napig sem érzem azt, hogy mindent tudok. Én folyamatosan azt érzem, hogy van hova fejlődni, és így vágyom is azokra a kihívásokra, amikben tudok mondjuk valami újat tanulni, vagy más aspektusból megközelíteni azt, amit eddig mondjuk így csináltam. Sokszor azért, ugye, hogyha így ilyen futószalagszerűen megy a munka, akkor sablonossá válunk, és én szeretem, hogyha van egy olyan rendező, aki felhívja rá a figyelmemet, hogy ezt ne úgy mondd már, vagy egy kicsit. És akkor úgy időnként így ilyen új skilleket lehet szerezni, és szerintem ez a jó pap holtig tanul dolog van. És az, hogy én túl soknak éreztem volna a munkát, hát volt olyan, hogy elegem volt, mit tudom én, hogy na jó, hát én már otthon lennék szívesen, de egyébként meg így
egymás mellé raktam a napokat, és azért még mindig azt láttam, hogy egy ilyen 8-10 órás munkarendben dolgozó ember azért sokkal jobban ki van szerintem purcanva, mint én. És akkor úgy éreztem, hogy ez nem olyan sok, maximum én vagyok hiszt is. Tehát, hogy... Igen, ez jogos. Nem. Alakíthatod az idődet, csak nem mindig sikerül. És akkor van olyan, hogy egy nagyon brutál hétfőked, és egy semmilyen szerda. Igen. És ebbe is bele ez, lehet igen, így... Igen, hogy ez mennyire nyomasztó. Tehát, de ennek a szakmának ez tipikus üzenete. Engem például nyomaszt, amikor egyetlen egy rövid munkám van egy nap, de előtte lévő két nap meg nem érek oda egyikből a másikba, mert esetleg csúszás van, vagy nehezebb a film is. Tehát, hogy, és akkor már azon gondolkodom, hogy odaérek-e, akkor írom az SMS-t, miközben így mondom. Azért nyomasztó tud lenni, de nyilván nem biztos, hogy beülnék egy irodába reggeltől. Mm-hmm. Ezzel egyébként én is így vagyok, hogy tényleg van egy hét, és akkor mindenki kedre akar hívni. De kivétel nélkül is. Ott van szabadon a szerda, csütörtök, péntek, mindig, de kedden kell. Reggel 8-tól este 8-ig. Vagy mit tudom, tök mindegy. Tehát így ilyen, és, na azt nem szoktam szeretni, de hát nyilván nem lehet megoldani. Hát, vannak határidők, meg fene tudja, színészek, akik mondjuk vidékről jönnek fel, őket nem lehet úgy pakolni, mint mondjuk engem, aki itt vagyok Budapesten, és lényegében ezzel foglalkozom, tehát engem sokkal könnyebb ide-oda pakolni. De ez tényleg nyomasztó, amit az Ádám is mondott, hogy egy napra összegyűlik mondjuk sok, és akkor rohangálni, mit tudom én, el is megy a hangom estére, és akkor meg másnap meg üldögélek, és van egy munkám, és ennyi. Emellett a szinkron mellett, amiben fölnőttetek, van-e másik láb? Volt-e valaha valami más, ami érdekelt benneteket, vagy érdekel? Én, amikor el kellett dönteni, hogy hova megyek tovább, gimi után, akkor nekem egy olyan időszakom volt, hogy sokkal kevesebb munkám volt, úgyhogy ez teljesen egyértelmű volt, hogy a szinkron önmagában nem elég, meg ez nekem soha nem, vagy hát, hogy nem éltem volna meg belőle. Úgyhogy, és nagyon nagy para volt, hogy mit csináljak, mert én kb. Ugyanannyira vagyok humán beállítottságú, mint reál. Úgyhogy végül is ilyen multimédia fejlesztő OKS képzést végeztem el, ami 2 év volt, és szerencsére baromi jó volt, nem egy ilyen egy napot bejársz, amikor kedved van, hanem tényleg ott voltunk, nem tudom, 9-től 2-ig. És ebben volt képszerkesztés, videószerkesztés, hangszerkesztés, meg sok programozás, ami azért most már így utólag visszatekintve baromi hasznos volt. Úgyhogy utána el is helyezkedtem egy olyan helyen, ahol kikötöttem, hogy akkor, hogyha otthonról tudok dolgozni, és akármikor el tudok menni szinkronizálni. Uh-huh. Mert azt azért már tudtam, hogy a szinkron az nekem iszonyú fontos, még akkor is, hogyha volt olyan időszak, hogy nekem is volt, hogy 3 havonta egyszer jutottam eszébe valakinek, úgyhogy... És ezt tudtad ugyanolyan szenvedéllyel csinálni? Tehát volt benned egy ugyanolyan érzés, mint szinkronizálás közben? Volt ez olyan kreatív, vagy van ez ilyen kreatív? Nem. Vagyis hát nagyon kreatív igazából a programozás, meg hát a grafika is persze, csak hogy azért nem ilyen önkifejezés az. Szóval, hogy megoldasz egy problémát, amit én nagyon szeretek, kreatívan, kódolási stílus is nagyon változékony tud lenni, és hogy... Tehát ebben is van szépség, de a szinkron az, ott így bele kell adnod mindent, az egész lelkedből dolgozol, és ez annyira értékes, meg így élteti az embert, szóval szerintem ezért ennél nekem nem lesz jobb szakma. De akkor van egy másik lábad ez a lényeg. Igen. Hát, hogy tudnék, igen. Ki tudnék költözni Hollandiába programozónak talán, hogyha jól felhúznám. De nem fog elmenni. De nem tudom, mert Budapesten van minden stúdió, úgyhogy. Ádám? Én 3-szor is jelentkeztem az SFR-re, és mindannyiszor az utolsó rostán dobta ki. Egyszer televíziós műsor készít, nem oda 2-szer, egyszer pedig operatőrnek. Színésznek ez a 3 kudarc elég volt, színésznek egyszer sem. Nem, én az élő szerepléstől nyilvosok. Igen. Aha. Nyilvánvalóan kellett négyen verset mondani, meg voltak ilyen színpados történetek, de én nem aludtam előtt egy hétig, úgyhogy azt gyorsan kizártam. Hívtak, persze, mert lehet, biztos van benne valami, hiszen
ehhez is kell némi, az a szinkronhoz hát is kell valamennyi véna, igen. De hogy én mindig attól rettegtem, úgyhogy mindig érdekelt a másik oldal, hogy milyen lehet felvenni valamit, vagy valamit lefényképezni, de igazából a három kudarccal együtt közben azért voltak barátaim, akik oda jártak, valamennyire betekintést nyertem, el is ment egy kicsit a kedvem tőle, úgyhogy nem próbálkoztam többször, és maradtam a szinkronba, ami most tök jól megy, úgyhogy nem panaszkodom. Igazából a fényképezés az úgy megmaradt, de tök ritkán vállalok, illetve ritkábban is keresnek munka miatt. De milyen úgy, munkákat ez... végzel, mint fotós? Hát régen koncertfotóztam rengeteget, meg volt ilyen divatfotózás, meg hasonlók. Azért nem mentem el komoly szintre, de hogy volt, amikor nagyobb pénzt lehetett belőle szakítani. Azért most már ezt én is jobban elengedtem, meg kevésbé is gondolnak rám, tehát ez így egymást így hoztam. És a szinkronban a másik oldalon lenni, az soha nem érdekelt benneteket? Én nagyon gondolkodtam rajta, hogy többet lehessek műteremben, mert az az otthonom, ugye azért 5 évesen kezdtem, és amikor így megcsap a szinkron stúdió illata, akkor az mai napig jó érzés. Bence? Engem ez nagyon nem érdekelt, hogy a szinkronon belül valami más, tehát hogy én nem tudtam volna elképzelni magam rendezőnek, vagy bármi. Eleve, ami túl sok adminisztrációval jár, az nekem, tehát hogy lehetetlen embereket én ott irányítgassak, ez kizárt dolog. És egyébként én egy ilyen, hát szerintem ilyen szempontból elég ostobán fogtam fel az életemet, mert volt egy ilyen világképem, hogy jó, hát azért biztos nem fogok örök életembe szinkronizálni, vagy pedig majd valami egyéb képzettséget szerzek, hogy abból is tudjak pénzt keresni, vagy esetleg áttendálni rá. És hát tulajdonképpen én rengeteg egyetemet elkezdtem, aminek az első fél évét azt úgy, volt, amelyiket megcsináltam, volt, hogy be se jártam, és én nem szembesültem azzal nagyon sokáig, hogy én tulajdonképpen így eltékozolom ezzel az időmet, meg így nem szerzek semmit. És hát hogy most így ott tartok, hogyha ha nem lenne szinkron, akkor lényegében úgy mehetnék valahova árufeltöltőnek, vagy mit tudom, vagy vissza a balettba táncolni, hogy macskafogókban mondják, de nem tudom. Szóval én még mindig keresem önmagamat, tehát hogy én egy ilyen típus vagyok. Meg kell mondanom, hogy ez sokkal jobb móka, mint eddig hittem. Jó csapat vagyunk, te meg én. Megölted Alfredet. Ezért vagy ilyen dühös? Jaj! Minden gazdag kölyök így imádja a szolgáját. Oh. Helyesen akarok cselekedni. Hős akarsz lenni? Mondok én valamit. Kapsz tőlem egy nagy esélyt. Csináljuk, Manu. Kis konkvisztátorom. Bújj elő. De nincs semmi nyomasztó érzés bennetek ezzel kapcsolatban. Jó, persze nyilván időnként van az emberben amúgy is, de hogy ti el tudjátok képzelni, hogy akár életetek... Vagy nem gondolkodtok ezzel. Vagy... Én néha elgondolkodom, és aztán meg rájövök, hogy amúgy hát jó ez így. Nagyon sok embernek sokkal szarabb. Igen. Egyébként engem is megkérdeztek erről, hogy van-e kedvem. Főleg, hogy most iszonyatosan pörögnek ezek a streamingek, és hogy volna hely. Megkérdeztek, és amikor először elgondolkodtam, hogy mondjuk én megmondjam egy színésznek, hogy kéne, pedig ezt sokan jól csinálják, akik átültek a másik oldalra, de én magamat nem tudom elképzelni, hogy elmondom valakinek, bárkinek, mindegy, hogy ő de milyen azért, kvalitású. De azért, mert nem tudod, vagy nem tudod átadni? Ezek... Nem tudom, úgy, ez inkább ilyen lelki kérdés, tehát hogy biztos el tudnám magyarázni, hogy lenne jobb, vagy előjátszani, hogy kéne, de valahogy nem vinne rá a lélek, hogy... Nem érzed, hogy jogosultam magad nem arra, vagyok, hogy... Nem vagyok én ennyire domináns. Igen, szerintem is ez ilyen magabiztosság kérdése, szóval, hogy én mondjuk megmondjam egy nálam 20 évvel idősebb és színészi diplomával rendelkező színésznek, hogy
ezt te hogy hangsúlyozd? Hát én ezt nem merném megcsinálni. Meg hogy vegyük újra, mert bakis volt, hát én már akkor szerintem izé nyúlnék valami fegyver után, hogy nehogy kijöjjön és megöljön. Hát én megmondom, nem tudom. Mert szinkronban ugye ez a lényeg, én nem látom most, hogy ezt elmondtátok, hogy ugye bent van egy színész, aki akárki akármit gondol, akkor is így van, hogy állapotban van. Mert állapotban vagy olyankor egy. Hát sokszor nem az van, hogy megcsinálunk 100 vagy 200 tekercset és izzadunk, a fejünk szétmegy. Tehát, hogy itt benne van minden. Hát, amikor tested, sírni lelked. Kell, fáj a lelked. Igen. Van egy csomószor, hogy amikor sírni kell, akkor tényleg sírok. Hát nem úgy, nem feszítem magam, hogy jöjjön a könyv, hanem tényleg. Tehát, hogy keresem magamban azt az állapotot, hogy sírjak. És hogy kint, aki kint ül, az úgy rendező, azon kívül, hogy neki az a dolga szerintem, hogy kiválassza a megfelelő hangot, tehát ott neki nagyon nagy... De hogy ő hallja, ha bakizol. Hát te nem hallod, mert nem azzal vagy elfoglalva. Úristen, hány olyan színész van, aki bent van, és nem úgy hangsúlyoz, hogy az jó legyen, mert ő most a állapotban van. Nem tud arra figyelni, hogy most az a hangsúly pont jól kijöjjön. És ők azért ülnek ott kint, hogy ezt figyeljék. Ő nem akarja neked megmondani, meg neked, hogy jobb színész legyél, vagy nem azt akarja mondani, hogy jó, kösz, Banyek, hogy 30 éve színész vagy, de nem tudsz hangsúlyozni, hát halló. Hanem csak azért, mert abban a pillanatban nem sikerült. Szóval hát én legalábbis ez kontroll dolog is. Együtt vagyunk ott, mindannyian figyelünk. De akkor is, tehát, hogy ilyen főnökösködésnek érezném. De csak magamnál, mert amikor rám szól valaki, vagy javasol valamit, én nem veszem támadásnak. Hát egy közös ügyért vagyunk, igen. De valahogy magamtól meg olyan nem vagyok való abba a székbe, szerintem. Ezután, a film után ti az Ádámról meg róla tudom, hogy csináltátok ezt a két színészt, tehát hogy szinkronizáltátok később is. És te, Luca, ezt a lányt? Hát nagyon sok variáció van. Volt, amikor castingot írtak ki Emmára, és kihívtak rá, volt, amikor nem hívtak castingra sem, volt, amikor a castingot nem én kaptam meg, volt, amikor megkaptam, volt, amikor nem castinggal kaptam meg, szóval, hogy volt azért, hogy szinkronizáltam. Hála az égen, mert azért hozzám nőtt. Aha. Szóval azért én örülök, hogyha jó megkapom. Jó színészek ők? Szerintem egyébként igen. Uh-huh. A Ronnál lehet a legnagyobb a változás, igen, mert ugye hiszem. Ott egy ilyen kedves, vicces kis igen, igen. És egyébként kinőtte magát, szerintem a férfias. Igen. Daniel Radcliffe az elég hamar megtalálta a saját hangját, tehát szerintem ő ebben jó. Az Emma Watson is hamarabb. A Rupert Grint... Ő még mindig az a szerencsétlen kicsit, nem? Hát benne van egyébként ez, tehát sokszor ez a bénázó típus, de hogy egyébként, mint de színész, szerintem rohadt jól el tudja adni magát. Tehát, hogy nem is olyan rég volt egy ilyen kis Netflixes sorozat, amiben egy epizód szerepe volt. A Guillermo del Toros. Igen, egy ilyen horrorban, és nagyon jól játszott, és én meg is lepődtem, hogy ennyire jól játszik. Tehát, hogy lehet, hogy nem lesz belőle egy, mit tudom én, egy Brad Pitt, mert ez nem egy olyan alkat, vagy a fene tudja. De egyébként meg... Egyáltalán nem csak ez a fiúk. De jó, hogy csinálja. Én is, mindig. Jó, hát most nem... Jó csávót kell, Brad Pitt. Jó csávó. Most nem tudom az újjak, de Ryan Reynolds, hogy ki mondjam. Ne mondjál más. 40 éves vagyok. Csak nekem is az jutott. Még mindig olyan. És ez a srác? A Daniel Radcliffe. Nagyon jó az a csávó. Én most csinálok egy sorozatnak a negyedik évadát, és az ember hihetetlen, egyszer nem jut eszembe a Harry Potter, miközben csinálja, félmeztelenül kigyúrva, teljesen pervers poénokat nyom, táncol, énekel, tehát annyira ezt a skatuját ezt ledobta. De már korábban, szerintem már 5-6 éve is voltak olyan filmjeim, amikor ott éhezett egy dzsungelbe, üvöltöttem két napon keresztül, mert hogy így nem igazán beszélt, mert nem volt kivel, csak így magába. Hát olyanokat csinált, hogy ott se jutott eszembe, egyszer se ez a Roxford, meg izért, mert nagyon jó, tehát jó másra is, csak nem mindenkinek adatik meg, hogy lehet majd van ilyen lehetőség. Olyan, mintha egyébként ő szándékosan keresné. Én is így gondolom, hogy mindenki erőszakosan ki akart törni. Igen, erőszakosan is úgy néz ki, hogy neki ez össze is jött. Az Emma Watsonnak már kevésbé. Szerintem is kevésbé, meg ő szerintem nem játszik annyira színesen, úgyhogy
őt szinkronizálni azért annyira nem... Hát igazából igen, szóval, aha, hogy ő egyszerűen olyan kimérten, nem tudom, azért sok... Igen, mindig ilyen kimért. Igen, szóval, hogy ilyen nagyon proper módon beszél, meg nem tudom, és akkor szinkronizálni annyira nem élmény, de igen. Szóval, hogy ő lehetne színesebb is. És igazából ettől tartottam is, amikor már úgy szinkronizáltam, hogy gondolkodtam is a szerepeken, akkor az is felmerült bennem, hogy aki csak a Harry Potterben hall engem, az vajon azt hiszi el, hogy csak ezt tudom, hogy csak ilyen, ilyen nyugodtan, igen, egyszerűen fontos, kicsit visszafogottan. Igen, a komfortzónádból valaha kilendítettek? Kaptál olyan szerepet azután? Ja, hát persze, biztos volt. Például azért nekem szerintem alapvetően ilyen tényleg nyugodtabb, kedvesebb hangon van, szóval amikor gonoszt kell játszani, akkor az nekem kihívás. És most például... Én pont fordítom. Nekem... a Stargirlben a Cindy Berman kísérletezett rajta az apja gyerekkorában, és egy ilyen nagyon elborult, meg gonosz, persze van lelke, de azért így gonosz végig, és ilyen pikírtem beszél, meg mit tudom én, és az kihívás nekem, hogy így eltüntessem a hangomból azt az én kedves puhaságot, ami alapvetően benne van. Hát azért az Ádám sem volt semmi ebbe a... azért föl is hívtalak. Hogy hívják azt a... Jeff, úristen, jó volt. Brutál. Tudom, az egy szomorú történet, de annyira rohadt jó volt csinálni. Hát, pont és furcsa módon neki mentünk, és szerintem elsőre mindent felvettük. Tehát, hogy lehet, hogy van benne félnivaló. Ráéreztél. Rá. Jó, meg az a csávó már voltam, de hát valami szuperhőst játszott a X-Mennek, a nem tudom melyik részében. Ezt akkor ismerted ő. De ott tök mást játszott, de annyira magával ragadott, hogy bele is szippantott az egészbe, és akkor tényleg egy alkalomra felvettük az egészet, és utána már csak pótlásokra mentem. De egyébként ettől is szerintem nagyon, ezen is nagyon sok múlik, hogy milyen a színész, mennyire találják el a karakterét arra a szerepre, és hogy milyen hangot találnak rá. Tehát, hogyha ez így mind összejön, akkor szinte így megy magától. Tehát, hogy visszatérve arra, hogy a Daniel Radcliffe az... hogy az Ádám nem fedezte fel benne a Harry Pottert a többi filmbe. Ez szerintem azért van, mert a Daniel Radcliffe-ből több a Daniel Radcliffe, mint a Harry Potter. Aha. Tehát neki inkább a Harry Pottert kellett magára erőltetnie, mint fordítva. A Rupert Grintnél ez nem így van. Igen. Tehát a Rupert Grint az úgy volt Ron, hogy ő maga. Tehát igen, ő nem is kellett játszani, hanem én ilyen vagyok. Gyerekek, hát akkor ez érdekes, ennyi. És ilyenkor szerintem azonnal fel lehet venni. Én például... ha magamra gondolok, nekem az olyan szerepek szoktak jól menni, amiben ripacskodni kell, mert én alapvetően nem az a fajta ilyen természetesen játszó. Tehát, hogyha én egy ilyen művészfilmben nekem ott el kéne játszanom valami nagyon komoly dolgot, akkor lehet, hogy bajban lennék. Nekem az például a komfortzónámból való kilendítés. Én nagyon szeretek rajzfilmekben üvöltözni, meg színes hangokat. Én például szeretem az ilyen gonosz karaktereket, voltam a Gotham című sorozatban, Joker, azt imádtam, mert olyan hangokat kellett benne adni, és én fürödtem abban a szerepben. Mi is, ahogy hallgatok, úgyhogy jól sikerült. Úgyhogy szerintem ezeknek így össze kell állniuk, és akkor jól tud működni. És Ádám, neked? Mert hogy volt már olyan, ami a komfort, vagy van olyan, ami a komfort? Hát amúgy elég sokszor van ilyen, és az tökre megnehezíti a munkát, amikor nem értesz egyet azzal, hogy kire osztottak rá, vagy esetleg látsz egy másik szereplőt a képernyőn, hogy amúgy még meg is említett, hogy nem az vagyok biztos. És akkor olyankor, ha mondjuk teszem azt, hogy egy 150 részes szappanopera, akkor azért az van, hogy végig kell kínlódni, mert nem érzed magad jónak rá végig. De közben meg a többi emberként, tehát megerősíti, hogy ez jó lesz, de ha mégse érzed igazán magadénak, akkor lehet kínlódni közben elég sokat. És hát nem lehet minden munka olyan, hogy így... És volt, hogy azt mondtad, hogy na jó, én ezt nem csinálom. Nem. Dehogy is. Aha. Hát mégis csak munka. Nektek volt olyan azt, mintetek, hogy... Én jártam úgy egyébként, ott nem az volt a probléma, hogy... Nem. Volt olyan is, hogy szerintem mellé osztottak, de olyan is volt, hogy szerintem nem látták még az egész filmet, és azt gondolták, hogy
hát ez csak egy ilyen egymondatos valaki. És az egymondatos valakiknél szerintem annyira nem veszik komolyan. És az az egymondatos valakiről kiderült a többi részben, hogy hát egy főszereplő lett, és egy olyan nálam szerintem 15 évvel idősebb embert kellett szinkronizálnom, hogy hát én kétségbe voltam esve, mondom, hogy ez nagyon nem én vagyok. Hát meg volt olyan, igen, hogy egy olyan vikinget kellett játszanom, aki nálam ötször nagyobb, nagyon maszkulin, olyan mély volt a hangja, nem tudom, tehát ilyen basszusba beszélt végig, azaz ilyen legyilkolok mindenkit. Hát, és én meg nem ez a fajta vagyok. És ezt szóval is tetted? De nekem amúgy volt már, hogy nem vállaltam el, de ez nem egy hosszú szerep volt, hanem bementem. Én rákérdeztem egyébként, hogy miért pont én. Tehát, és mit mondtad? Hát, hogy felnőtt időközben. De én már fiatalon is láttam, hogy ez nem én leszek. Igen. Volt egy olyan, hogy bementem egy kosaras ilyen dokumentumfilmbe, és láttam, hogy először a képen kívül szólalt meg egy hang, ott még nem volt annyira gyanús, és a képre jött, és egy 80 éves csávból beszélt a kosárlabdáról, hosszú kerek. Tehát, hogy hosszú összetett mondatokban, és mondtam, hogy biztos? Mert már röhögtem, már álltam fel, és hogy ne, maradj, csak egy mondata van majd a hangmérnök, meg izé. És aztán még ugráltak tovább, és már hatodik mondatnál mondtam, hogy gyerekek, ez lehet, hogy ciki, meg nem akartok velem többet dolgozni, de én nem akarok egy 80 éves csávót szinkronizálni, hanem mondom, fura volt, és akkor egyébként még én éreztem magam szarul, hogy most komolyan nézzék, kimegyek, pedig volt egy diszpó, és én ott hagyom a stábot, de aztán utólag kiderült, hogy igazam volt. Kiosztották másra. Mérhetően egy idősebb ember. Azért, amikor a Menis Gábor helyett kell szinkronizálnom, konkrétan az nagyon. És nem is akarom elvenni a kenyerét. És egyébként mondhatjuk azt, hogy ti büszkék vagytok arra, hogy van bennetek jó, nem. Büszkék vagytok arra, hogy a Harry Potternek ti voltatok a főszereplő hangjai? Igen. Hát jól esik rá gondolni. Uh-huh. Én örülök neki. Egyrészt ugródeszkának is tekintem, meg ez egy nagyon jó kis státusz. Nekem, én örülök neki. Hát ez tök jó. Nem azt mondom, hogy varázsolgatok otthon, de... De mutatja azt, te olvastad a könyvet, tehát te tudtad, mit fogsz csinálni. Igen. És az, tehát, hogy milyen érzés volt, hogy... Hát szerintem az borzasztó érzés is lehet. Egyrészt akkor annyi volt a fejedben valami a műről, hát ja, hiszen olvastad, és ahhoz képest... Két dolog jut eszembe, egyrészt, hogy Hermione sokkal ilyen bozontosabb hajú, csúnyább vizé kislány volt a könyvben, és hogy azért az nem tetszett, hogy Emma viszont ilyen nagyon szép. Másrészt meg Hello, én Hollywood. Igazából Lunára hasonlítottam személyiségileg legjobban, úgyhogy, de azért persze nagyon örülök, hogy Hermione lettem, de... Igen, én Luna vagyok amúgy az életben. Hát a Warnernek el kell adnia. Hát... Nyilvánvaló. Hát ennyire volt időnk, úgyhogy, de én azt hiszem, hogy azért, ami legfontosabb, meg tudni szerettem volna, ezt megkérdeztük. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Nagyon sokat szinkronizáljatok még, igen, mert mi meg sokat szeretjük hallgatni. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. Köszönjük a figyelmet. Ja, tényleg, találkozunk. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Elvezettetek az elveszett városba. Készüljetek a halálra. Több száz kígyó kígyózott itt a templomban, és arra vártak, hogy megjöjjünk? Mi? Őt miért nem marják meg? Ez rejes. Töröl. A UIP Duna film bemutatja, nem valódi kalandor. Figyelj, Loretta, promotálnod kell az új elveszett városos könyvedet. Nem töltheted az életed a kádban jeges sártani szokogatva. Hölgyeim és uraim, a világ legszexibb címlapodelje, Dash Pepper! Nem valódi hős. De tudod, hogy nem Dash vagy, ugye? Dash egy karakter, én találtam ki. Dash! Jaj. De a Szitu. Miss Sage, élveztem a könyvét az elveszett városról, és úgy hiszem, maga segíthet megtalálni a kincsét. Most lett valódi. Erre tisztelettel nemet mondanék. Sajnos ragaszkodom hozzá. Boldozzon el! Az csak az öv. 2022-ben. Loretta Sage eltűnt. Én megmentem.
Azt akarom, hogy többnek tartson címlapmodellnél. Ellen, mit keresel te itt? Megmentelek. Képesített újraélesztő vagyok, képesített crossfites. Van, nasi. Utánunk! Olyan, mint a könyved. Most egy lábmór és deskalandban vagyunk. Segítek egy kicsit. Rajta! Művel, ezt ne csinálj! Haladjunk ne rajta! Ez nem egy romantikus legény. A dzsungel megeszi a magunk fajtát. Ez meg mi? Szente, kérlek! Érzem, ahogy kiszívják a lelkem. Kérlek, mint egy sebtapaszt. Ne hagyd ki ilyen hangot. Érzem, hogy van még. Több is van. Úgy szürcsölgetik a seggem, mint valami szaftos jamba dzsungel. Közel járunk. Megtalálom az elveszett várost. Ha nem jutok el a szigetre, a barátnőm és a címlap modellje meg fognak halni. Én vezetek. Loretta Sage, kiszabadítom innen. Miért ennyire jóképű? Apám időjós volt. Hé, ott nem kell megmenteni. Okay. Mit menteget ott? Az elveszett város. Hamarosan a mozikban. Akkor holnap találkozunk. Okay, akkor holnap, Tali.